Na hát nagyjából 900 km autózás után megérkeztünk ide Imolába, át is vettük már az akkreditációnkat, felragasztjuk a kis parkolómatricánkat és mehetünk is be a pályára. Ennek van egy trükkje, mert hogy egyébként baromi nehéz leszedni a szélvédőről, úgyhogy egy kicsit mutatom, egy kicsit így az üléshúzathoz vagy az üléshez, hogy néhány szöszmözt összeszedjen, és akkor remélhetőleg könnyebb lesz leszedni. Még itt a kis pulóveremen egy kicsit meg mozgatjuk, és akkor jöhet is fel. Szuper! Na és akkor irány a pálya! Péntek reggel van és szakad az eső itt Imolában. Azt mondják egyébként, hogy a hétvége hátra lévő részére szombatra és vasárnapra már jobb idő lesz, és nagyjából olyan 20 fok. Most viszont egyelőre 10 fok van, és szakad az eső. Ugye ez egy sprintfutamos hétvége itt az Emilia Romana nagy díjon, ami azt jelenti, hogy szombaton majd egy sprint kvalifikáció, egy sprintfutam lesz. Ezért az időmérő edzés az ma, azaz pénteken van. Ebből a szempontból pedig abszolút fontos az, hogy milyen időjárás fogadja a csapatokat. Nem is beszélve arról, hogy csak egyetlen egy szabad edzés lesz a mai nap folyamán. Megnéztem egyébként reggel az előrejelzést, és azt mondják, hogy nagyjából olyan 4-5 óra magasságában már elállhat az eső, hát egyelőre viszont szakad, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tartogat ez a nap. No, hát megérkeztünk a pályára, le is parkoltunk. Meg volt egy gyors cipőcsere, meg átöltözés, mert hogy hát az időjárás az nem az igazi. Úgyhogy nyári cipőben úgy néz ki, hogy ma még nem fogunk tudni lavírozni, de legalább remélhetőleg izgalmasan alakul a mai nap. A maszk az kötelező egyébként itt Olaszországban, médiaközpontban, pedokban és a Box utcában is. Hát ezt hol betartják, hol nem. Na itt most lehet, hogy nekem úszás lesz. Hát igen, ez is hozzátartozik. Na hát, annyira kaotikus volt a pénteki időmérő, és annyira hosszúra nyúlt a nap, hogy ezt a bejelentkezést ezt nem sikerült a nap végén megcsinálni, úgyhogy most már szombat reggel van. Hát beszéljünk egy kicsit az időmérő edzésről. Ugye azt már nagyjából csütörtökön sejtettük, hogy esőáztat a pályán köröznek majd a versenyzők. Elég durva eső volt itt csütörtök pénteken Imola környékén. Viszont a Ferrari igazából vizes pályán is tökéletesen működött, Charles Leclerc és Carlos Sainz alatt is, és aztán eljött az időmérő, ami aztán hát piros zászlós megszakításokkal teli volt végül, és tulajdonképpen ez volt az, ami Leclerc-en is kifogott a végén. Carlos Sainz csütörtökön szerződést hosszabbított, 2024 végéig aláírt a Ferrarival, és hibázott a döntő pillanatban tulajdonképpen az időmérőn, úgyhogy ő majd csak a 10. helyről kezdheti meg a mai sprint futamot. Nem tudom, a Mercedesről érdemes-e szót ejteni abból a szempontból, hogy több fejlesztést hoztak ide, nyilván próbálják megoldani ezt a delfinezést, amit ők a tulajdonképpen az összes probléma okozójaként említenek folyamatosan, viszont George Russell azért pénteken már elárulta azt is, hogy azért nem feltétlenül csak az autó pattogása az, ami problémát jelent. Abból a szempontból persze óriási probléma, hogy egyszerűen nem tudják optimálisan működtetni az autót, és emiatt azt sem tudják, hogy mennyire versenyképes, így azért nagyon nehéz fejleszteni is. De
elsősorban nekik erre a delfinezésre kell megoldást találni, de hát ha nézitek a közvetítést, akkor abból azért jól látszott, hogy a Ferrari autója valami elképesztő módon pattog itt Imolában is, ehhez képest pokolian gyors. Tehát mindenképpen itt valami megoldást kell erre találni. Nem mondom azt, hogy ez az év már elment, pedig valószínűleg, de hát azért még nem illik ilyet mondani 3,5 verseny hétvége után. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ez a hétvége is a Ferrari és a Red Bull küzdelméről szól majd. Ugye egy nagyjából fél órás, 100 kilométeres sprintfutamot tartanak itt szombaton, amit Max Verstappen kezdhet meg a pole pozícióból. Leclerc azt mondta egyébként az időmérő után, hogy sajnálja, hogy megszakította a második gyors körét a Q3-ba, mert úgy volt vele, hogy inkább megszakítja és felkészíti a gumikat egy következő etapra. De hát aztán jött a piros zászló, úgyhogy ez végül is egy hibás döntésnek bizonyos 8-10. Nem mondom azt, hogy ez reális különbség a két autó között, sőt, ugye láthattuk, hogy a Ferrari az talán gyorsabb, mint a Red Bull, de ha nem is, akkor mindenképpen egy szinten vannak, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen érdekes küzdelmek várnak ránk a folytatásban. Lesz még egy második szabad edzés, aminek olyan sok értelme nincsen, hiszen az autókhoz nem nyúlhatnak hozzá a csapatok a sprint futam előtt, az időmérő és a sprint futam között, illetve az időmérő után tulajdonképpen már nem lehet hozzá nyúlni, csak nagyon-nagyon indokolt esetben. És aztán délután jön majd a sprint futam, ami meghatározza a vasárnapi verseny rajtsorrendjét. A sprint futam tekintetében vannak azért változások, ugye most már a legjobb 8 helyen versenyzők, vagy legjobb 8 helyen végző versenyzők kapnak pontot, és egy kicsit több pontot osztanak az idei szezonban, mint az elmúlt idén során. Idén is 3 ilyen sprint futamos hétvége lesz majd. Az időjárásról talán még nem ejtettem szót, legalábbis a mairól biztosan nem. Azt mondják, hogy ma sokkal jobb időnk lesz, mint volt pénteken. Nagyjából olyan 20-22 fokos hőmérsékletet jósolnak, tegnap olyan 10 fok volt egész nap. És hát ami ennél fontosabb, hogy száraz lesz valószínűleg a pálya, viszont tegnap este még ránéztem az időjárás előrejelzésre is. Az alapján bizony vasárnapra még várható némi csapadék, hogy a verseny idejére vagy sem, ezt szerintem még korai megmondani. De hamarosan ez is kiderül, minden esetre van esélye arra, hogy eső áztatta pályán köröznek majd vasárnap a versenyzők. Most még mielőtt elmegyünk a pályára, teszünk egy kis kitérőt. No, amíg úton vagyunk, addig mutatok nektek egy felvételt, a kis fedélzeti kameráknak a felvételét, hogy milyen is egy tipikus körforgalom Olaszországban, illetve milyen a közlekedési morál és kultúra. Úgyhogy okuljatok, és figyeljetek! Van egy csapat Olaszországban, ami még a Ferrari-nál is jobban hazai versenyének érezheti az Emilia-Romagna nagydíjat, ez pedig az Alfa Tauri, amelynek központja nagyjából 10 kilométerre van egyébként az imolai versenypályától, tehát tényleg egy negyed óranyi autóútra. Itt vagyunk az Alfa Tauri faenzai gyáránál, és a csapat egyébként most indul a versenypályára. Ott éppen Franz Tost csapatfőnököt láttam az imént kijönni a gyár kapuján és beülni az autóba. Ugye jó néhány éve felvásárolta már ezt az istállót a Red Bull, és azóta tulajdonképpen az energiaitalgyárosok kis csapatának számítanak, nagyon komoly a szinergia a két istálló között, mindazonáltal mégis szinte teljesen független csapatként működnek a Forma 1-ben. Hát a hazai hétvége egyelőre nem sikerül olyan jól, hiszen az időmérő edzésen a pénteki időmérőn Pierre Gasly és Yuki Tsunoda is már a Q1-ben kiestek. Úgyhogy bízunk abban, hogy ezért a szombati sprintfutam, illetve a vasárnapi verseny majd jobban sikerül az Alfa Tauri számára, hiszen jó lenne azért az olasz kis csapatnak, hogyha meg tudná örvendeztetni a rajongókat hazai közönsége előtt. Na hát akkor nézzük meg, hogy
mennyi ideig is tart eljutni az Alfa Tauri központjától az imolai versenypályáig. No, hát meg is érkeztünk Imolába, nagyjából egy negyed óra volt. Most nekünk egy kicsit még tovább fog tartani, amíg bejutunk, mert hogy Forma 1-es hétvége van. De hogy itt vagyunk néhány kanyarra már a versenypályától, innen pedig el kell jutnunk a média parkolóba. A pénteki eső olyan szinten feláztatta a parkolót, hogy este, amikor én mentem haza, akkor traktorral húzták ki az autókat. Most sem lett jobb a helyzet, úgyhogy elég nagy lendülettel kellett bejönni. Szerencsére ma nem esik az eső, de legalább ugyanakkor a lendülettel kell majd szerintem kimenni a nap végén. Most pedig megpróbálok úgy átmenni, hogy ne legyek sáros. Sziasztok, gyors helyzetjelentés Imolából. Túl vagyunk az idei első sprint futamon, véget ért a szombati nap. Max Verstappen pedig nagy csatában legyőzte Charles Leclerc-t, aki a rajtnál egyébként a holland elé tudott kerülni, de aztán végül is a Red Bull jobb gumikezelésének köszönhetően a holland végül is vissza tudta előzni őt, úgyhogy majd a holnapi főversenyen ő rajtolhat az első pozícióból. Alapvetően úgy tűnik egyébként, hogy a versenytempó tekintetében a Red Bull egy kicsit a Ferrari előtt jár, ez főleg a gumikezelésnek köszönhető, ezt egyébként a versenyzők is elmondták a sprint futamot követő interjúk során. Meglátjuk majd, hogy a vasárnapi verseny, ami már nyilván hosszabb lesz egy kicsit, az mit hoz ebben a tekintetben. Perez azt mondta az imént itt az interjúban, hogy ő arra számít, hogy a Ferrari majd reagálni tud erre a gumi kezeléssel kapcsolatos problémára, hiszen alapvetően a lényeg az volt, hogy a Ferrari autója egész egyszerűen gyorsabban elfogyasztotta a Pirelli abroncsait, mint a Red Bull. Magnussen is nyilatkozott, ő ugye a negyedik helyről rajtolt, de aztán végül is csak a nyolcadik helyen ért célba, nagyon sokat veszített. Ő azt mondta, hogy egész egyszerűen rossz taktikát választottak a sprint versenyre, rossz gumikkal vágtak neki ennek a versenynek, és ennek itták meg a levét tulajdonképpen. Sergio Perez nagyon jó versenyt produkált, ugye a harmadik helyen ért célba, úgyhogy a harmadik helyről rajtolhat majd a vasárnapi versenyen. Carlos Sainz is nagyon jól sikerült a kármentés a tegnapi kiábrándító időmérő után. Őt például megkérdeztem arról, hogy ezekkel az új autókkal mennyire könnyebb előzni, ezen mennyivel könnyebb előzni ezen a versenypályán, főleg egy ilyen sprint futamon. Hát igazából a spanyol a versenypályán bizonyította, hogy lehet azért ezekkel az autókkal előzni még egy ilyen pályán is, amiről azt mondták még a hétvégét megelőzően, hogy mivel nagyon szűk és nem sok DRS zóna van, meglehetősen nehéz lesz majd előzni. Itt már közben este van, a csapatok és a versenyzők viszont még egyeztetnek itt a pedokban, nyilván ilyenkor megtartják a szokásos mérnöki értekezleteket, meetingeket, hogy aztán a lehető legjobb formában készülhessenek majd a holnapi versenyre. Úgyhogy egyelőre ennyit innen Imolából. Jó reggelt! Versenynap, és egyelőre szikrázó napsütés. Mondjuk, ahogy nézem, éjszaka volt egy kis eső. És az előrejelzések szerint egyébként délutánra is várható valamennyi. Ráadásul pont a verseny idejére, ugye 3 órakor lesz a futam, és az előrejelzések szerint 70% esély van arra, hogy esni fog az eső, úgyhogy majd meglátjuk, egyelőre napsütés van. Ugye a tegnapi sprint versenyen Max Verstappen szerezte meg a győzelmet, és ezáltal a pole pozíciót is, Charles Leclerc megelőzve. Úgyhogy egy újabb, izgalmasnak ígérkező, Red Bull Ferrari párharcra van kilátás. Hát a Mercedes nagyon hátul van továbbra is. Lényegében ezt a hétvégét már leírta a csapat. Toto Wolffék legfeljebb a pontszerzésben bízhatnak, azt mondták, hogy az lenne a minimum. De hogy alapvetően ez a hétvége, ez már így, hát tulajdonképpen kuka.
Viszont jó hír igazából a verseny szempontjából, hogy úgy néz ki, hogy ezekkel az autókkal lehet előzni. Legalábbis Carlos Sainz ezt nyilatkozta tegnap a kis felzárkózását követően. Úgyhogy legyen igaza, legyen így, és legyen egy jó kis versenyünk ma. Most elindulunk a pályára, nagyjából egy negyed órára vagyunk, úgyhogy hamarosan ott is leszünk. Sziasztok! Hát véget ért a 2022-es szezon negyedik verseny hétvégéje. Itt Imolában a Red Bull sima kettős győzelmet szerzett, Max Verstappen vezetésével, a Ferrari pedig nem igazán tudta tartani velük a lépést ezen a hétvégén. Carlos Sainz ugye már utam elején kiesett, a sóderágyban végezte, Charles Leclerc pedig a hajrában követett el egy szükségtelen hibát, ami miatt rengeteg pontot veszített. Továbbra is vezeti egyébként az egyéni világbajnokságot a monacói versenyző, mint ahogy a Ferrari is élen áll a konstruktőrök között, viszont a Red Bull nagyon-nagyon közel került hozzájuk, úgyhogy egy igazán érdekes és izgalmas világbajnokságra van kilátás az idei szezonban is. A száguldó cirkusz most pakol, mögöttem már bontják el a pedokot, két hét múlva ugyanis már Amerikában, Miami-ban vendégszerepelnek, a Forma 1 történetének első Miami nagydíja következik. Itt Imolában pedig, hát legalább a kilátás az gyönyörű. A pedokot nem is mutatom, mert azt tényleg elkezdték most már szétszedni, úgyhogy nem sok mindent tudnék mutatni, meg nem is nagyon szabadna, hiszen forgatni a pedokban nem lehet. Minden esetre köszönöm, hogy ezen a hétvégén is velünk, velem tartottatok itt az F1 világon. Tegyetek így a továbbiakban is. Két hét múlva Miami nagydíj, sziasztok!